Ez a 23 éves fiatalember Toma, vagyis Kulifai Tamás, aki 10 éves kora óta kajakozik, a londoni olimpián pedig már társaival együtt kajak négyesben képviselte hazánkat. It's very special for me and for us. Egy élsportoló életében talán a szokásosnál is több döntést kell tudatosan és felelősséggel meghozni, amiben a családi minta és a támogatás stabil kapaszkodót jelenthet. Toma édesanyja most felfedi az eddig bevált stratégiát. Ez mindig működött, ez a megbeszélés, átbeszélni a dolgokat, hogy kinek mi lenne a legjobb, mit lát benne, és úgy próbálni dönteni. Én a saját gyerekkoromból emlékeztem arra, hogy amit rám erőltettek, azt soha nem csináltam meg, még hogyha próbálták velem véghez vinni, akkor sem. Úgyhogy mindig próbáltam úgy rávenni a dolgokra, hogy neki is tetszen, és ő is azt lássa jónak, mert akkor nem kellett erőltetni, akkor nem volt ellenkezés, és akkor kedvel csinálta. A kölcsönös bizalom és az egymás iránti tisztelet a családban alapérték, a befektetés végeredménye pedig a jó kapcsolat. Nálunk nem volt ilyen erőszakos. Mindig inkább ilyen rávezetést éreztem, hogy megpróbálnak ha befolyásolni is, de úgy, hogy csak tanácsokat adnak, és akkor én vagy követem ezt az utat, vagy nem. De nem volt ilyen, hogy megmondták, hogy neked ide kell menned tovább tanulni, és ez van, vagy hasonló ilyen szituációkkal, mindig valahogy egyetértésben működött a dolog. Ők a világbajnokok! Ez milyen szép! Közben a családfő is befutott az utánpótlással. Toma öccsei, Bence és Gergő szintén kajakoznak, és ígéretes tehetségek. Míg készül a spagetti feltét, édesapjuk döntési alapelveit boncolgatjuk. Ha én képesnek tartom rá, hogy azt a adott problémát eldöntse, akkor én megpróbálom, hogy azt ő intézze a saját maga, vagy ő döntsön ezen dolgokról. Ha nem, akkor tanácsokkal segíteni, és csak a legvégső esetben helyettük meghozni ezt a döntést. Persze vacsora közben is az edzés a téma. És hogy a két ifjút is láthatjuk-e majd bátyjuk mellett a jövőt karikás játékain, még döntés kérdése. Mégpedig az ő döntésüké.